A jubileumi óvodanevelő testülete kínált lehetőséget és nyújtott segítséget abban, hogy a szülők óvoda előtt álló gyermekükkel közösen megismerkedjenek az intézménnyel. A foglalkozáson bebarangolhatták az óvodát, játszhattak az óvónénikkel, tapasztalatokat szerezhettek az óvodai életéről. Nagyon fontos számunkra, mert a szülők csak így tudják eldönteni azt, hogy tulajdonképpen merre felé szeretnének indulni, melyik irányba, melyik óvoda érdekli őket igazán, de nem is annyira az óvoda választás az elsődleges célunk, sokkal inkább az, hogy ismerjék meg az óvodai környezetet, a szülők is, a gyerekek is, legyen számukra egy vonzó terület ez, és ne úgy történjen a beiratkozás, hogy azt se tudja se szülő, se gyerek, hogy mi vár rá. Az Óvoda Báránka Csoda című első rendezvények kizárólag a játékról szólt. Itt ebben a kis közösségi térben különböző játéktevékenységeket készítettünk elő. Itt most a mai nappal az a célunk, hogy játszanak a gyerekek, próbálják ki az óvodai játékokat, a szülők nézhessék a saját gyermekeik tevékenységét, illetőleg, hogy megpillanthassák, hogy az óvoda hogyan is néz ki belülről. A foglalkozáson mintegy 30 szülő vett részt kisgyermekével. Azért tartom fontosnak, mert szeretném, tehát nekem terveim vannak konkrétan, hogy a szlovák csoportba szeretném a kislányt, családi vonatkozások meg gyökerek miatt, és igaz, hogy még szeptember messze van, de most alkalom adódott ez a 4 alkalmas lehetőség, hogy eljöjjünk és megismerjük az óvodát, és itt már látom majd azt, hogy kik lesznek esetleg a csoporttársai, milyen lurkók jönnek, meg anyukák, szülők, óvónénik, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy már szeptember előtt ő is ismerősebb környezetbe jöjjön. Most vagyok itt először, de nagyon sok ismerősünknek, barátunknak jár ide a gyereke, ide a Dózsa György úti óvodába, és nagyon dicsérik. Az óvoda szeptemberben körülbelül 60 új gyermeket tud fogadni. Ez az óvoda, a székhelyi óvoda, ez 200 fős, körülbelül 60 gyereket tudunk, aki egyelőre még nem teljesen biztos a létszám, aki iskolába megy, tehát az ő helyük az felszabadul. Körülbelül ennyi kisgyereket tudunk felmenni. Az óvoda legközelebb Ugrálunk, mint a Verebet címmel tart hasonló jellegű foglalkozást.